December 24-e, éjjel 1 óra van. Készen állnak a bográcsok, indulhat a főzés. Az Együnk Együtt Egyformát nevű kezdeményezést immáron 5. éve rendezik meg Bátaszéken. Többen már a kezdetektől részt vesznek a nem mindennapi főzésben. A Nándit nagyon régóta ismerem, és amikor én meghallottam, hogy ez van, akkor ez egyértelmű volt, hogy én is szeretnék csatlakozni ehhez a csapathoz, és nagyon jó érzés az, hogy itt hiába kelünk korán, 2 órakor, de öröm itt látni ezt a sok sürgőforgó embert, aki szeretne jót tenni. Nagyon szeretem ezt csinálni, minden évben nagyon várom, szeretek segíteni, nem csak a rászoruló embereknek, hanem az összes embernek, ez nekem nagyon jó, én ezt szeretem csinálni. Nekem nagyon jó érzés, hogy jobb valakinek adni valamit, mint kapni. És én azt kapom vissza ettől, hogy látom, hogy boldogok és jó karácsonyt tudunk nekik szerezni, ruhákkal, esetleg ugye géppel, sütivel, étellel. Volt, amikor karácsonyfát osztottunk, lisztet. A kezdeményezés indításakor 300 adag ételt készítettek, az utóbbi 3 évben 1300-ra nőtt az adagszám. Akkor azt gondolták, ez a maximum, amit elbírnak, azonban az idén ez megdőlt. Ilyen kettős érzelmeim vannak, mert többet kellett csinálni, tehát többet csináltunk. Most 8 bográccsal csináltunk, tehát ez olyan 1400-1500 közötti mennyiség, de örömmel tesszük. A közel 1500 adag főtétel mellett ruhát, apró süteményt, szaloncukrot és gyümölcsöt is osztottak nem csak a rászorulóknak, hanem az arra járóknak is. Nem kizárólag a rászorulókat célozzuk meg, hanem szeretnénk egy olyan napot ebből kihozni, hogy december 24-én legyen tényleg együtt a falu, illetve aki erre jár, ami azt jelenti, hogy előttünk elmenőt megszólítjuk, természetesen nem erőszakoskodunk, de én úgy látom, hogy egyre jobban fogadják. Ilyenkor azokra is gondolnak, akik még december 24-ét munkával töltik. Így a város minden boltjába, az orvosi rendelőbe, a mentő és tűzoltóállomásra is szállítanak a babgulyásból, hogy segítsék őket az ünnepi ráhangolódásban.